Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója, valamint a 3-as számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a televízió nézőket, nagy tisztelettel és szeretettel. Ahogyan a Felkomban is említettem, a Kátai Gábor Kórháznak a főigazgatója, és a beszélgetés előtt volt szó róla, hogy a 10. évét kezdte meg főigazgatóként, amelyhez ezúton is gratulálunk. Köszönöm. Az elmúlt évek alatt számos fejlesztésen ment keresztül a kórház. Beszéljünk erről, hogy melyek voltak a legfontosabbak az elmúlt évek alatt. Hát talán nem is lehet így kiemelni, hogy melyik a legfontosabb, mert mindegyik fontos volt. Nem is tudom, hogy hol kezdjem. 2013-ban, amikor az intézményt átvettem, akkor folyamatban volt már egy rehabilitációs pályázat, amit sikeresen befejeztünk 2014-ben. Ez mindenki által, vagy sokak által ismert volt pszichiátriai épületnek, a háromnegyed része került felújításra, és ide költözött a mozgásszervi rehabilitációs osztály, és a pszichiátriai rehabilitációs osztály is itt helyezkedik el. Egy nagyon szép felújított épület eszközbeszerzéssel. Ezt követően, illetve folyamatában voltak humán erőforrás fejlesztési pályázataink, volt a Kunhegyesi Intézetet kaptuk meg 2016-ban, és hát ez az intézet egy 50-es évekbeli épületben volt elhelyezve. Ennek két ütemben valósult meg, két különböző uniós pályázattal a felújítása. Egyrészt a fekvőbeteg rész újult meg először, majd a járóbeteg rész is, úgyhogy úgy gondolom, hogy a 21. századnak megfelelő komfortfokozatban tudjuk most már ellátni az ott ellátandó 32 ápoltunkat, és hát a szülészetnőgyógyászati szakrendelés is megfelelő körülmények között várja a betegeket. Most is folyamatban vannak pályázataink, tehát megújult ezzel egyidejűleg a járóbeteg szakrendelő rész a karcagi székhelyen, telephelyünkön, a főépületünkben, és hát nem is tudom, tehát most, hogy mennyi mindent lehetne sorolni. Én úgy gondolom, hogy a lakosság által nagyon-nagyon kihasznált és nagyon-nagyon szükséges volt, hogy 2018 márciusában beindítottuk a közforgalmú gyógyszertárunkat, tehát ez is egy meglévő ingatlan részben került kialakításra. Én úgy gondolom, hogy a betegforgalom szempontjából nagyon hasznos, hogy a járó beteg részről távozók azonnal hozzájuthatnak a szakorvosok által felírt gyógyszereikhez. Nagyon sok fejlődésen és fejlesztésen mentünk keresztül. Az utóbbi két évben meghatározó volt a COVID járványhoz kapcsolódó fejlesztés. Ebben a magyar kormánynak nagyon nagy segítsége volt. Úgy gondolom, mindenfajta eszközt, ami a betegellátáshoz szükséges, nyilván nem egyszerre és nem azonnal, hiszen senki nem volt felkészülve erre a járványra azért 2020 elején, de mindenfajta támogatást megkaptunk ahhoz, hogy a betegellátásra kijelölt ágyainkon fekvő betegeket a megfelelő gyógyszerekkel, eszközökkel tudjuk ellátni. A következő kérdés pontosan erre irányul, hogy ugye az elmúlt másfél év meghatározó, hogy a koronavírus világjárvány volt. Mennyiben változtatta meg a kórház életét, és itt a dolgozókra is fókuszáljunk, hiszen szokták mondani, hogy van a Covid előtti élet és a Covid utáni élet. Igen. Most azt kell mondjam, a Covid utáni élet már nem olyan lesz, mint a Covid előtti. Nagyon nehéz visszatérnünk a régi kerékvágásba. Nyilván ez olyan, mint a történelem, hogy egy magasabb szinten ismétli önmagát, de nagyon megviselte a kollégáinkat. Sajnos dolgozóink között is volt elhunyt, de nagyon sok volt az elhalálozás, viszonylag országos mértékben nem, itt a Kátai Gábor Kórházban, de teljesen más betegellátást igényelt ez a pandémia. Teljesen más hozzáállást, struktúrában át kellett alakítanunk. Konkrétan 2020. március 15-e
ünnepnapon, ami éppen vasárnapra esett, egy teljes belső ágy számátalakítás történt az intézményben. Úgy dolgoztak a műszakos kollégák, mint az ápolóink, a takarítóink, mindenki, hogy megfelelően elkülönítve tudjuk ellátni a fertőzött betegeket, hiszen az első pillanattól kijelölt COVID-beteg ellátásra kijelölt intézmény volt a Kártai Gábor Kórház, és az ma is. Az ágyszámok az elmúlt másfél év alatt egészen a közel 200-ról, most már csökkenőben vannak 50-es ágyszámig, de teljesen mást, tehát a dolgozóknak teljesen át kellett alakítani, különböző képzések voltak ezzel kapcsolatban. A legelején a védőeszközöknek a használata, tehát volt Karcagon annó fertőző osztály, ami ugye, meg se tudom mondani, de jó pár évtizede megszűnt, de ez attól is magasabb szinten kívánta meg a hozzáállást, a hivatástudatot, a munkaszeretetét, és hát most volt egy alapítványi jótékonysági estünk ott a Kátai Medizong kórus egy ilyen kis etapban, elő is adta egy 20 perces etapban, hogy mikor, mire gondoltak. És tisztelen becsülöm az összes kollégát, aki ebben az időszakban helyt állt, és ott volt, és nem adta fel, és mindig a betegellátás volt az elsődleges számukra. És nagyon köszönöm mindenkinek a munkáját. Melyek a kórház életében a távlati elérendő célok, kitűzött célok? Tehát a cél nélkül nincs élet, azt mondják. Vannak még felújítandó részeink. Nagyon sokat segít ebben az alapítvány, és nyilván az uniós pályázatokkal, illetve a hazai támogatások is, a kormányzati támogatások is segítségünkre vannak. A felújítandó ingatlan rész, a patológiai rész, úgy gondolom, hogy az, amire még nem volt így pályázati lehetőségünk, illetve a gazdasági rész az első emeleten, és hát nagyon fontos, nyilván elsődleges, talán ezt kellett volna elsődlegesen említenem, a humán erőforrás, a szakorvosok, orvosok és a szakápolók, ápolók létszámának a biztosítása a megfelelő betegellátáshoz. Ehhez támogatjuk folyamatosan a Varró István iskolában, a középiskolában az egészségügyi képzést, de mindent megpróbálunk annak érdekében megtenni, hogy a orvosi létszám is biztosított legyen, ami valljuk be őszintén, hogy igen hiányos, akár országosan, akár nálunk is az intézményben. Vannak olyan területek, amelyeken gondot okoz egy-egy szakrendelésnek a megtartása is esetenként. Ilyen esetben nyilván kérjük a Hetényi Géza Kórház és Rendelő Intézet, mint megyei irányító szerv segítségét, de hát ez a betegek komfort érzetét nyilván nem javítja, hiszen utazással egybekötve tudják igénybe venni adott esetekben időszakosan ezeket a szakrendeléseket. Ezúton is elnézést kérünk, de gondolom mindannyian megértik, majd jön most a nyári időszak, hogy a szakorvosainknak is szükség van arra az egy-egy hetes pihenésre, amikor a családjaikkal lehetnek ők is. Nem csak mint a kórház főigazgatójaként tevékenykedik, ahogyan említettük, hanem a 3-as számú egyéni választókerület önkormányzati képviselői és bizottsági munkája is jócskában, tehát tényleg nagyon sok rétű a társadalom olyan jelenléte, itt Karcagon természetesen is. Melyek a 3-as számú egyéni választókerületben az elmúlt időszakban a legfontosabb fejlesztések? Kicsit beszéljünk róla, határoljuk körül magát a kerületet. Köszönöm a kérdést. Gyakorlatilag talán azért mindig is szerettem többféle dolgot csinálni, nem egyszerre nyilván, de egymás mellett. Azért másabb így önkormányzati képviselőként, amikor már belülről azért 23 év, egy hónapot dolgoztam a Karcagi Önkormányzat polgármesteri hivatalában vezetőként. Tehát láttam belülről, így számomra az előterjesztések azért könnyebben áttekinthetők, hiszen én magam részt vettem annó igen hosszú időszakban ezeknek az előkészítésében. A kerületi munka, a képviselői munka az nyilván 14-ben új feladatként jelentkezett számomra. Hát innen a Dérini Művelődési Központtól
körül hatálóján, tényleg a Dózsa György utca egyik fele, a páratlan oldal, illetve az északi városrész, és egészen tilalmas, és a Kuten utcával záródik, és így nyilván a Kacsó utcából is tartozik hozzám sok utca a körzetben. Intézményi szempontból a Szent Pál Marista Általános Iskola van ebben a körzetben, és nagyon nagy fejlődésnek tartom, hogy az képviselői időszakom alatt már sikerült az intézmény előtt a ároklefedést megoldani, a parkolóhelyek kialakítását megkezdeni, mert ott még lesz bővítés, és ami nagyon fontos közlekedésbiztonsági szempontból, hogy mind a Dózsa-György utcán, mind a Zöldfa utcán a átjárót, a gyalogos átkelő helyet elkezdtük, a kialakítása már megvan, az engedélyeztetése folyamatban van a közvilágítás miatt. Sokan láthatták, időközben azért az önkormányzat jelentősen oda teszi magát, úgymond az elmúlt években. Nagyon sok kátyúzási munka volt, de ezt minden évben gyakorlatilag karbantartásszerűen végezni kell. Viszont most elkezdtük a járdafelújításokat, és így a Szent István sugárútnak egy jelentős szakaszát, illetve az északi új telepen a Gyep utca végig aszfaltozásra kerül. Nem olyan régen, akár körülbelül egy hete voltam kint polgármester úrral, és nyilván ennek az is az oka, mert az északi új telepen nem megoldott jelenleg a hulladékgyűjtő szemétszállítás. Most már ez is megoldott lesz, és igen sokan vették igénybe a hulladékgyűjtő edényzetet. Kint voltunk, amikor ennek a kiosztása megtörtént. A tilalmas résszel kapcsolatban folyamatos probléma, nyilván mikor átvettem már, akkor is ez megvolt, mind a gazdasági víz, mind az ivóvíznek a problémája. Azért azt elmondom, hogy az önkormányzat ezt nem söpri félre, folyamatosan terve van véve, a TRV középtávú terveiben mindig is szerepelt a ivóvíz megoldása. Jelen pillanatban megoldott nyilván palackos vízzel, a gazdasági víz pedig a kút bérlésével került megoldásra. Most mind a kettőt úgy tűnik, hogyha sikerül, akkor egy kicsit még előrébre hozzuk 24-ről, 23-ra, vagy akár már a tervezés megkezdődhet az idei évben. Tehát az előkészítés az folyamatos, és reméljük, hogy még ebben a ciklusban érzékelhető lesz az ott élők számára. Milyen egyéb fejlesztések várhatóak a körzetben? Hát más fejlesztés, én úgy gondolom, hogy az elsődleges az út, a csatorna, az árok, és hát a mindennapjainkat azért, ha nem is fejlesztés, de úgy hiszem, hogy a rászorulók, az időseknek a segítése, a mozgásukban korlátozottaknak a segítése azzal, hogy a fűnyírást az önkormányzat folyamatosan vállalja, és engem is, mint egyéni választókerületi képviselőt folyamatosan tudnak keresni. Azt hiszem, hogy ez nagyon jelentős dolog, hogy tudunk ebben is segítséget nyújtani. Ugyanakkor a hátrányos helyzetűeknél én azt kell, hogy mondjam, hogy tehát visszatérve egy kicsit a Covid-ra is, a szociális szférában, az oktatási szférában is szeretném megköszönni ezúton is ott dolgozóknak a segítségét, mert a szünidei étkeztetéstől kezdve a házi segítségnyújtásig, az, hogy az ebédet kihorták, hogy biztosították, hogy az önkormányzat az ingyenes étkezést nyilván a kormányzati támogatása, de tudta biztosítani. Nekem a körzetemnek azért közel 50% a lakosság szempontjából ilyen hátrányos helyzetű. Én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon nagy segítség volt az ő számukra minden évben, úgy, ahogy a idei évben már ez a tervben, a költségvetésben szerepel is, és már készül a Városgondnokság és a Szociális Iroda is ennek a feladatnak az ellátására. Úgyhogy nagyon köszönöm az idősek otthonát vezetőknek a nappali ellátásban, az értelmi fogyatékosok nappali ellátásában segítséget nyújtóknak, mert úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára egy nem várt, egy alkalmazkodást, hitet,
igencsak igénylő is, mind fizikai, mind szellemi-lelki fáradtságot nem kímélő feladat volt ez a Covid-járvány, és ki tudja még mi áll előttünk. Megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Nagyon szépen köszönöm a meghívást még egyszer. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!